Aha, ott is van a csodálatos, nem nevezhető pofám. Tehát, folytatjuk a Diablo 4 bétáját, bizonyos dolgok miatt szólóba. A kollégának közbe jött valami. Úgyhogy akkor így egyedül nézzük még így a béta végét. Talán a végét. Hát nem tudom, hogy mennyi van még ugye úgy hátra a játékból. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire a vége. Mielőtt aktiváljuk azt a tüzet, akkor így előtte azért lejövünk, megtisztítjuk ezt a helyet. Szerezünk még egy kis XP-t, azért nincsen borzasztóan messze ugye a szintlépés. Biztos, hogy nem ennyi volt. Azért mondom. I need time to prepare that. Túlságosan izé lett volna, ha csak annyi. Még nem azt mondom, hogy így nagyon kemény volt. Szereztünk egy topánkát, ami elméletileg még jobb is, és tűzellenállást ad. Mondjuk eltehettem volna. Ki nem lehet újra osztani? De. 6 aranyért cserébe vissza lehet venni a képességpontomat. És így akár újra tudom osztani, hogy visszaadtam a lángszóróról. És azokat is visszavettem? Azokat is visszavettem. És most így van 3 pontom. Mert ugye ez ugye sebez 55-öt égetésbe, egyébként pedig 13-at. Így azt most ki is maxoltuk. Meg mellette, ugye megnyílt ez. Újra, hitra, ez blade. Lighting Spear. Ezek itt igazából pajzsok. Ez 2 másodpercre lehagyasztja az ellent. Úgyhogy az, az jó. Igazából. Meg nem azt. Nem, nem teleportálunk. Az anyámba változtatom már meg a izét. Azt, hogy mi legyen ott. I'm not ready yet. Igen, az ez egy szóló, picit jobban hangzik ez a képesség. Baszom.
csak hogy egyesen van egy ilyen fagyasztásunk. Ugye a körülöttünk lévő. Ó. Kaptam ajándékot valakitől. Meggyújtjuk a tüzet. De muszáj voltam átfogni egy ilyen képességet, ami instant sebzést is okoz, mert így, hogy már nincs körülöttem olyan társ, ugye, aki sebzést is tud okozni. Így ugye csak az én sebzésem maradt. Az én sebzésem pedig ugye nem folyamatos. Mint hogy pont az, hogy folyamatos, és nem rendes sebzés volt, ugye? Tehát jó az a tűzsebzés. Tehát nem az a, nem, nincs úgy vele bajom, mert tényleg jó az a tűzsebzés. Csak úgy, hogyha van mellette valamilyen társad, aki tud mellette fizikai sebzést is okozni az ellennek. Úgy jó. Hogyha van mellette egy társad, aki tud fizikai sebzéset támogatni, úgy ugye jó, mert hogy akkor te egy fontos sebzést teszel rá. Még hogyha nem is támadjátok akkor is, ugye ő sérül, és egy teljesen, és most gyakorlatilag egy 10 perc egyébként a semmiről pofázok. Tehát, hogy azért valljátok be, hogy erre nem képes akárki. Kisera. Akkor itt jövünk leadni a küldetést. Az meg, miért nem megy automatikusan a lépcsőhöz, ez meg, hogy miért kell itt manuálisan körbe sétálnom. Jó. Szerszünk is egy skill pontot. Ugye a Fosznován vagyunk most, ez a fagyasztás. Ha növeljük a rangját, akkor az igazából nem hoz úgy semmi újat. Úgy Isten igazából. Csökkenti a időt. Hoppá, és sérült itemem. Ezt is adom, tök mindegy. Béta úgyis, úgyhogy nem számít. És akkor maradt még egy mellé küldi. Meg utána a fő szál, ugye, tovább. De úrám is, te szosszú mellé küldi lesz elvileg, ahogy nézem. Kicsit szét van darabolva. Ó,
vajon itt is van mimik? Egyébként ez a fagyjal is tök jó. Ez a enemy lefagyasztós cucc is egyébként jó. Csak ugye, hát 15 szekes, most ha teszek rá egyet, akkor az azért nem olyan sokkal csökkentette 14-25-re. Nagyon ilyesmire vinné le a izéjét. Hogy ez a dungeon, ez maga a mellékküldetés. Tehát gondolom, hogy egy mellékküldetés itt megmutatja, hogy hogy működik a dungeon. De egyébként... Egyébként ez a fagyasztásos csapás is, ahogy mondottam, tök jó. Nem csak a tűz. Ez is fasza. Az pedig külön jó és külön így tetszik, hogyha elbaszod a fejlődésedet valamiért, vagy ki akarsz próbálni valami újat. Hát némi pénzmagért cserébe az tény. De... vissza tudod vonni bármelyik skillt. És már is tudsz egy másikra pakolni. Megnézd. Ha úgy hirtelenében jól láttam, akkor koherensen 6 coinba kerül. Egy képességpont visszavétele. Le van zárva. It's locked. Ja, hozzá a kulcs. Hát ez nem a kulcs egyelőre. Ez egy totem. Elég nagy mészárás rendeztünk. Ez bazd meg azt fölveszed, ez gyakorlatilag múlt is ott. Nem ezt akartam. Azzal lehet darálni, baszki. Waller. Falat tud idézni. És az olyan valami nem tűnik el, hanem csak a idő leteltével. És megöltem a patkányt. Tehát a patkányt is meg lehet ölni. Ott van egy tunik.
Are you recruits approving themselves strong? I've grown fond of one. Knight Soliana Costa. Her devotion to the faith. Most ugye azért is ez a, hogy most 6-ért vissza tudod vonni a képesség, ez azért se számít, szerintem nagyon durván, mert most... Most megnézed, hogy mennyit dobálnak az ellenek. Mennyi aranyat. Körbevesznek a közelharcosok, és fogod, lefagyasztod őket a kecibe, és kész. Nem hiszem, hogy mit mondtam, hogy a kollégának, hogy hol tudja megnézni azokat az előrehaladásokat. Itt is egy oltár. Igazából valamilyen aurát hozott köpörém. Milyen időközönként a... X időközönként a robban, és így az a sebzést okoz. Mondjuk ez is. Ez is egy jó. Tudsz. Eddig egyébként jobban tetszenek ezek a... Ezek az itt lévő totemek. Minden statra ad 2-t és 3-t az intelligenciára. Ó, ez viszont... Ez is ad minden statra 2-t. Plusz neveli aztán a sebességünket, nem maradhat. Kesztyű. Mint egy ez a kesztyű. Mert egy mindegyik kesztyű. Hát, hát ezek a totemek nekem egyre jobban tetszenek. Megvan a kulcs. Meg azt a könyvet is elolvassuk. És eddig ahogy nézem, nem csinál kivételt. Hogy melyik
hogy milyen szörnyeket fagyaszt le. Tehát, hogy minden szörnyet, ami éppen ott van a közeledben, azt lefagyasztja. Függetlenül attól, hogy ilyen sima, egyszerű szörny, vagy egy kicsit táposabb bizbasz. Ugyanúgy lefagyasztja. Megadom, később ebbe azt is lehet növelni, hogy hány gyógyital legyen nálad. Úgyhogy azt elfegyeztük, hogy már lehet javítani a gyógyitalokat. Az alkimistánál. Hogy többet híreljen vissza. Úristen! És a robbanás megölte. Nem azt mondom, hogy nagyon túlben, de szerintem egy picit lehetne növelni ezen a kitérésen azért, hogy... ...hogy... ...sűrűbben tudjuk használni. Kicsivel. Hopp, de. Nem így akartam. A geci magas élettel rendelkezőket eléggé szar megcsapkodni. De itt mit mondtam itt a kollégának, hogy itt... Ide kell jönnie, vagy nem oda kell mennie? Apa, tudja majd, mit mondtam. Pedig láttam, hogy ott van. Valami. Egy kicsit jobb időben is elsüthettem volna. Mondjuk ez most pont a láróra jött ki, hogy a denevérem volt rajta a vámpír. Nem effekte, hogy ilyen... ...ilyen fizzbassz. Másik az nevette a maximum manát, de nem olyan húgy nagyon sokkal, viszont megdobja a maximális életet, ez érezhetően. Az vagy ennek a fagyasztásnak nincs izéje, sebzése.
Mondjuk az is lehet, hogy egyelőre nincs sebzése. Tehát, hogy... Arra hogy került pont? Mindegy, behúzzuk a kettesre. Valószínűleg... Ugye nem tudom tőle visszavonni. Szóval valószínűleg képesség adja rá. Minden elemi sebzés után generál 4 manát. Hát nem lesz belőle egy gyilkos skill később se. Elindít egy töltetet, és akkor minden útjába kerület megsebez. Ami azért így is bírja viszonylag a legtöbbször a csapásokat. Gúljon le ilyen izével, magas élette. És így is semmi. Tehát, hogy itt az a speciális köcsögön kívül azért valamit... ...hogy adhattál volna. Said to run would be to abandon the light and a better world for her son. She's right. Boss harccal egy kicsit tartok. Vámpír. Egy helm. Nem jobb. Na. Egy szint lépésre befigyelnék. Ezt viszont nem most akartam így elsütni, gyakorlatilag értelmetlen lett. Ez vagy az alaplövésemre kéne. Vagy ennek a fejlesztésére, de lehet, hogy elküldtem ide. Itt pedig... Ittene pedig... A kurva anyád, mi vagy te? Kinek az anyja? Ezt is lefagyasztja? Na, ezt azért nem. Need more time.
Viszont őket lefagyasztja. Out of mana. I'm out of mana. Kapta a kisköcsökök is, kapták a kisköcsökök is. És ugye itt a fegyverekre lehetne ezeket rátenni, meg pajzsra. Ilyenek legalább, ugye ez a múltkori részben is így jó, hogy a dungeonben nem kell visszasétálni, hanem ki lehet teleportálni. Hello, hello. Azért az jó jött. Mindig nem emlékszem, hogy mit mondtam a kollégának, hogy hol kell nyomni a milyen gombot ahhoz, hogy megnézze azt, hova a kettőre tartott. Harcok közben is bogyózunk. Mármint, hogyha veszük a bogyót. Hát, hogyha ezt én egyedül játszanám, biztos nem lennék varázslóval. Nekem kellene mellé egy társ. Na, semmi nem volt benne. Ez itt tök jó volt. Hát itt... Epes lett, ez egy... Azt hittem, hogy az élút. Vagy abban akkor valamit ki lehet venni. I see. So my mother was a knight. Thank you for bringing... Két verét kristály. I'll take it. Azért föltornáztuk 20 000-re az aranyat. I've got first. Na téged észtelek, nálad van a javit. Nem sérült meg semmim. Super. Hát, és itt jelenleg egy küldetésem van. Fölhívják magunkat. Ez a hang, ez a kettőből van. Ha a kettőből meg az egyből vettek át a hangot, mindegy.
A lényeg az, hogy ugyanaz a hang. Mikor ott iszol egy izét. Ott itt. Itt alacsonyabb szintűek voltak a múltkor még. Egy szintet léptem, és ők is fejlődtek. Amikor nem érni meg feltétlen annyira úgymond nagyon tápolni magadnál. Az ellenféli szintet lép a kombine. Ez olyan, mint a Wolfenstein Youngblood, hogy hiába tápolod magad. Tudom, még nem leszem magasabb szinten, mint az ellen. Rare még nem használhatja a kasztot, azt nem írja le, hogy milyen kaszt használhatja egyébként. Szerintem nem használ, az meg miért nincs kipipál? Azt a múltkor megcsináltam, az miért nincs kipipálva? Vagy minden egyes belépésnél újra lehet csinálni ezeket, nem? Még az is lehet. Esett össze. Mondjuk legalább jól nézett ki. Azt is sietve tegyük hozzá. Még egy pári kattintás volt, te ebbe lehat. Megijedtem, hogy ott is meg kell lőni, de mint hogy tudtam sebezni, de azért tudtam sebezni, akkor ellenség volt, egy ilyen rajtaütés, itt a Witcherben van, úgyhogy Witcher jutott, eszem, hogy ott is van egy ilyen. Azt nem a Witcherben, nem, a Red Dead Redemptionben. Tök mindegy, egyikkel se játszottam. Kapon az, hogy sírdogál egy nő, és akkor odamész hozzá, és akkor így megtámadnak. Az persze, van itt ilyen nagy baszomány. Még nagyobb baszomány. Azt ráadás meg ezeknek a csicskalizátoroknak is izé magas AP-i kiadás. Hihetetlen magas lootot megkapjuk értelmükbe, gondolom nagyon
hasznos dolgom nem feltétlen lesz. Pillanatra befastam a izétől, mi az. Csak úgy ott logot lefelé. Ez kettővel jó, mint ami rajtam van, viszont ez csak a willpowerhoz ad 4-et. Az viszont, ami rajtam van, az elég sok mindenen változtat, úgyhogy azt a 4-et nem éri meg. Azt most nézem, hogy egymás után kétszer is tudok deselni. És ott vannak, van újabb mellékküldi. És meg az egy újabb telephely. Vagy város, vagy minek nevezzem. Ó, nem is egy mellé küldi van. Aktiváltuk a portát is. My husband Fyodor, I went they have been. Úristen, a feleségem. A kurva, tehát hogy a férje. Úristen, én abban hogy csináltam feleséget? Na mindegy. Melyik te? Nem. Ő. Ugye, ő zsába macskás. Ő nem kell. Ő megdobja az életem. Leadjuk a főküldit. Prava sent me. You and that nuisance of a child. Vigo's gone, looking into her claims. A escort of knights went missing there last week. Along with the girl's mother. És ez ennyi volt. Ez egyik. Én nem vagyok kovács. Ott a kereskedő, viszont ő csak páncéllal kereskedik. Mármint, hogy nekem csak páncélt ad el. És azok ráadásul nem jók. Ott azért nagyon vannak cuccok. Jó, ott van egy mellékküldi, ott van egy nagyobb mellékküldi, ott van egy mellékküldi. Ez a mellékküldi, ami ott van lenn. Akkor lemegyünk oda, először megcsináljuk azt. Coolok. Cool szív. Hogy nézem, azok is kellenek egy mellékküldetés miatt. Fönt valószínűleg azért is vannak ott is előve a gúlok. Azért dobálják ennyire a szívüket. Azt nem lehet rők mondani a szívtelen. Méghozzá 15 gúz szív kell. Nekem van 7. 8-9. Ease.
11, 12, 13. Hát nem is azt a mellékületést csinálom, de még így is megvesznek a gúszjat. Elméletileg azzal a kettővel meg is van. Így meg is vannak a gúszívek. Nem kellett kimondottan arra a küldetésre rámenni. Most a férjet keressük. Lehet, hogy valamelyik úl az. Nem? Ezek között nem ismered fel a férjet? Nem? Egyik cafas se ismerős? Aranya. Két percig kell megvédenem a cuccot. Három irányba támadhatják a izéket, ezeket a nyambatokat. Egyedül fedezzed le. Nagyon durván lemegy a manám. Hát nem azt mondom, hogy nem a szerencsém múlott, hogy meglett. De a szerencsém múlott, hogy meglett. Nincs mit, bármikor, azt viszont külön megköszönném, ha esetleg adnátok olyan cuccot, amit mondjuk tudok is használni. Tehát, hogy már nem azért, de basszátok meg. Egyébként nem láttátok a csaj férjét, ha már így itt tartunk, tehát nem... Nem találtátok meg valamelyik... Nem. Fogadjuk, hogy valamelyik gúl az. Na, ott az lesz a férjed. Fogadjunk, hogy ő az. Gyere ide. My sweet Feodor. May you know bliss eternal. Feodor? What has happened? Oh heavens, no, no! Akkor a megnyúzták, de még él. Ott vannak a belei. Such pain. I must have more. What? Feodor? Ez a baj, megkaptam az üzét, hogy menjek arra. Mondta be. More. Please. It's no surprise Feodor was drawn to me.
But I have given only what was desired. Sem lehet megvenni Fedort, hogy his teszem vegyem. His petty soul has been torn asunder by agony and ecstasy, but his flesh is unyielding. Ennek tűz kattos, ennek valami baja van. Azt megrúgja a levegőt. Mondtam, hogy baja van. Én nem megmondtam. Most vissza kell menni Krisztinához. Jövünk Krisztiná, semmi baj. Hello. If it's a reward you want, take the dagger. You deserve much worse than the mercy I have just shown you. Most kivettük belőle a daggert. Egyébként 27-tel. És mennyi a 118. 162. Úgyhogy most így összességében elméletileg jobbak vagyunk. Nem? Az kell. Szóval elég küldik el most először. A másikot vissza kell menni a városba. Akkor meg először megcsináljuk azt, mert ezt nem kell visszamenni a városba. Ezért keresztül kell vágni a mocsát. Jó szagú! Szent János bogár. Ja, mert az a gúlos, gúlszíves volt, azért kell visszamenni a városba, mert meg kell adni a gúlszívet. De akkor azért mondta az a küldő, hogy jöjjünk ide. Föl, hát itt annyi gúl van. Gúlvasok. Kéne nekem azt az ajtót megcsinálni, vagy lejáratot. Egy szintlépés. Hidrát, ezt a most szeretem annyira, mert helyhez kötött. Kérdés az a fejlődés.
Hát tengermély tisztelette. Szar volt-e.